Egyes visszaemlékezések szerint az 50-es években a 11. kerületben élő ifjak fele tudta, hogy ki is az a Rozi, azaz Rozgonyi Gyurka. Ma már sok mindent nem tudunk, elfelejtettünk, vagy nem is hallottunk róla. Pedig volt pár nagyon bátor legény akkoriban, akik a ciszteratyák internálását követően folytatták azt, amit korábban tőlük a gimnáziumban megkaptak. Fiatalokat gyűjtöttek maguk köré, hittant oktattak nekik, és a cserkészet hagyományait is továbbvitték, beintegrálva a közösséget a Természetjáró Szövetség különböző szakosztályaiba. Rozgonyi György körének nem volt neve, de mégis mindenki tudta, kiről és miről van szó. Értelmet, tartást, hitet, erkölcsöt, tudást és tartalmas szórakozást adtak át egymásnak a keresztény szellemiséget továbbvívő fiatalok a legnehezebb években. Sokan közülük még ma is élnek. Az Alma Materben havonta egyszer összegyűlnek egy jóízű beszélgetésre, múltidézésre. Előadásokat tartanak egymásnak, mint régen, megvitatják az élet dolgait. Mi pedig csodálkozva hallgatjuk történeteiket, erőt merítve visszaemlékezéseikből. Budapesten születtem 1932-ben, évvégén december 19-én karácsonyra hozott a gólya. 1937 óta lakom a kerületben, építésztechnikusként éltem le az életemet. Ön cserkész is volt korábban? Kis cserkészként kezdtem még a 433-osoknál, második-harmadik elemista koromban. Utána, amikor azt kinőttük, akkor a tisztereknél a 25-ös cserkész csapatban voltam. Ez egy nagy törést okozott az önök életében, hogy a cserkész mozgalom egyik pillanatról a másikra ugye eltörlésre került? Nem elég azt mondani, hogy hiányzott, mert nagyjából majdnem, hogy összeesett a gimnáziumunk államosításával is, és ez a később a tiszteratyáknak a internálásával. Tehát ez egy olyan traumát okozott, hogy hát, hogy mondjam, talán így mondom, hogy kicsi, hogy ellenállást okozott. Nem tudatos ellenállást, de akartuk valamilyen módon csinálni. Úgy akartuk élni, hogy korábban éltünk. Én a Rozgonyi Gyurkával 49-ben ismergettem meg, akkor volt itt a Barbai Szabolcs vezetésével itt a Ciszterdemblomban egy összejövetel. Nem tudtuk, hogy mi lesz belőled, és akkor ilyen nagy fiúk voltak ott a karzaton, és ilyen kisebb fiúk meg köréje csoportosultunk, és kiderült az, hogy itt tanoktatásról van tulajdonképpen szó. És akkor így a Rozgonyi Gyurka volt az első vezetőm, és 4-5-en tartoztunk hozzája, és azon kívül volt még több nagy fiú, és azoknál is ennyi kisebb fiú volt. És akkor rendszeresen elkezdtünk, ugye a hittanoktatás volt elsősorban, és a együtt kirándulás, és így aztán, ahogy telt múlt az idő, nekem is lettek tagjaim később. Megszüntették a hittoktatást, és az, amit mi elkezdtünk csinálni 1949-ben a tiszteratyák vezetésével, akkor még, azt tulajdonképpen a hitoktatás volt, amiben felhasználtuk a cserkészetbe tanultakat azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a körünkben. Ez egyfajta remek álca is volt, hiszen a természetjárással ki lehetett védeni azt, hogy önök tulajdonképpen ellenállók, és talán ez is lehetett az, hogy ön csak 1961-ben tették hűvösre, és addig ez a mozgalom igen sok taggal nagyon sikeresen működött. Amit mi tanítottunk, tulajdonképpen semmi más nem volt, mint a hittagkönyveket. Fejezetenként a megfelelő korosztályoknak leadtuk. Hétvégeken pedig elvittük a gyerekeket kirándulni, vagy egyéb kulturális programot csináltunk nekik. Később, amikor kamaszodtak, akkor tánciskolát. Hát úgy éltünk, kvázi, mint régen. Egy nagyon jó adottság volt, hogy a minek nevezem, mert közben a neve sokszor változott, Természetbarát Szövetség, Természetjáró Szövetség, Turista Szövetség. Tehát ez a társaság tulajdonképpen több helyen befogadott minket. A gyerekeket beléptettük 3-4 szakosztályba, különböző csoportokat, mikor már úgy sokan voltunk, mint tudom, ilyen 50, 60, 80, 100 vagy még többen,
akkor beléptettük őket, és azok részt vettek ezeknek a szakosztályoknak az életébe. Nem volt ez különösebben titkolva, csak azt mondtuk, hogy hát ne beszéljünk róla, mert félreérthetik. Hogyan került kapcsolatba Rozival, Rozgonyi Györggyel? Őt mindenki ismerte a 11 kerületbe. Hát valahol az 50-es évek közepén lehetett, amikor én hát, tudomást szereztem róla, hogy ő egyáltalán mivel foglalkozik és gyerekeket oktat. És híres kirándulásai is voltak. Én igazán közelebbi kapcsolatban akkor kerültem vele, amikor ilyen 20-as években járó egyetemista, egész fiatal diplomás társaságot szervezett fórum néven. A javaslat nem az övé volt, de hát jelentősen járult hozzához, hogy ez létrejöjjön. És akkor összejártunk egy hónapban egyszer körülbelül, és hát az éppen a társaságot érdeklő valamely komoly témáról beszélgettünk, általában valaki fölkészült, tartott egy előadást, hogy elmentünk, megnéztünk egy színdarabot, és hát megvitattuk, óriási zajjal természetesen, és kitűnő lehetőséget adott arra, hogy az ember felkészüljön arra, hogy hogy kell valamit előadni, hogy kell valamit megvitatni, hogyan lehet két mondattal tönkretenni egy előadást, és így tovább. Egészen 1961-ig nem szóltak egy szót se. 61-ben hirtelen félreértették február 6-án, de nem csak nálam, hanem több száz emberrel Magyarországon. De olyan szempontból, tulajdonképpen 3,5 évre ítéltek a perben, gyakorlatilag megmondták, hogy nem emiatt, csak egyszerűen valami politikai koncepciós pert akartak produkálni. Tulajdonképpen a dolognak a lényegi része, a hitel része nem is érdekelt őket, ezt meg is mondták Kerek Perec. Bent a főutcán, amikor hát úgy kicsit életben beszélgettünk, de hát tulajdonképpen az én körömbe tartozók közül, akikkel szorosan együttműködtem, egyedül engem zártak le. Ez szerencsés dolog volt a többiekkel szemben, akikkel hát párhuzamosan dolgoztunk, nem én voltam egyedül, én csak egyike voltam azoknak, akik ezt a vonalat szervezték és fejlesztették. Édesapám éppen az aktuális börtönbüntetését töltötte, mint politikai ellenkéz 55-ig egyfolytában, és én nagyon örültem neki, hogy egy ilyen életkori társaságot kaptam, mert igen, elszigetelten éltünk, senki nem nyitotta ránk az ajtót, és a Gyurkáik bevettek ebbe a közösségbe, és hát gyakorlatilag őnekik köszönhetem, hogy a gyerekkorom olyan volt, amilyen volt. Mert milyen volt? Hát szerintem leszámítva a családi körülményeket, hogy apa nélkül nőttünk föl, a Gyurkáik rengeteg élményben részesítettek, elvittek kirándulni, rajtuk keresztül olyan dolgokat ismertem meg, amit különben nem ismertem volna meg. Beszéltek a világról, beszéltek a vallásról, beszéltek a hitnek a fontosságáról, a természetről. És hát egy olyan baráti közösséget kaptam a Gyurkán keresztül, ami szerintem egy egész életre szólt. Nekünk állandó programunk volt tulajdonképpen. Anyám még nyugodtan elengedtek bármikor, bárhova, bár azért, ha tudták volna, hogy mi mindent csináltunk. Csak úgy mondom, Solymár ördögtorony télen, jegestorony, megmásztuk. Akkor az ördögsziklát, akkor a dobogókőn a tiningsziklát, amit azóta lerobbantottak, mert baleset veszélyes volt, megmásztuk. Akkor a Solymári ördögi barlangba, meg a Pálvölgyi Csepkő barlangba. Volt, úgyhogy lementünk egyik nap, visszajöttünk másnap, úgy a társaság, úgyhogy úgy kellett a magántelekre bemenni és elbontani a bejárati ajtónál a lakatot, hogy le tudjunk menni, de gyakorlatilag azt mondom, hogy egészséges, kisportolt, talpra esett emberek lettünk, és lelkileg is rendben voltunk. Hányan tartoztak ebbe a hálózatba, úgyis mint kisdiákok, meg úgyis mint oktatók? Hát nyilvántartást nem vezettünk, de akkor, amikor befejeztük, hogy finoman fejezzem ki magam,
akkor körülbelül olyan 200 körül lehetett. Hát aztán, hogy 10 év alatt hányan fordultak meg nálunk, azt én meg nem tudom mondani, mert sokan jöttek, sokan elmentek. Hát volt olyan, aki 2-3 hétig járt, és voltak olyanok, akik 10 év után is megmaradtak. De Gyuri szerény volt, én úgy gondolom, hogy a fél 11 kerületre hatással, már a korosztályban élők fél 11 kerületre hatása volt, mert nagyon-nagyon sok nem voltak titkolt, nem titkolt, a fórum sem volt titkos, és azt mondtuk, hogy mi nem mondunk olyat, amire le lehet ültetni, mert ez nem volt akadály később. Ugyanakkor olyat ajánlott az ifjúságnak, amit a többiek elfelejtettek ajánlani. Ugye ajánlott, hát nem csak hittant. Ugye ez a akkori egészen primitív marxista dumához képest bárhova nyúl az ember, mindenütt valami újdonság volt. Ellenállás volt ez, vagy egyáltalán nem volt az? Hát biztos, hogy volt benne ellenállás, mert nagyrészt azért olyan emberek voltunk, akik nem értettünk együtt avval a rendszerre, nem is érthettünk egyet, hiszen az embernek az apja börtönben van, és esetleg életfogytiglanra vagy akasztásra ítélik, akkor nem lehet annak a rendszernek a híva, amelyik elítélte. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy ugye abba a testi és lelki szegénységbe, amiben éltünk az 50-es években, azt gondolom, hogy ez egy alkalom volt arra, hogy az ember végig gondolja azt, hogy hogyan is lehetne másképp. És Gyurkák nagyon sokat beszélgettek erről, tehát hogy mi volna, hogyha az emberek az értékeik szerint élhetnének, és nem pedig egy olyan rendszer, amelyik megmondja, hogy kell gondolkozni, és arról bizonyítottan mindenki tudja, hogy úgy nem lehet élni tisztességesen. És hát azt gondolom, hogy a Gyurkáik pontos ebben voltak nagyon jók, hogy emberi nyelven elmondták, hogy mi az az életmód, életstílus, az az értékrendszer, ami szerint lehet hosszú távon becsületesen élni. Talán a legszebb az volt, hogy az egyik születésnapomon följött hozzám egy fiú és egy lány, és hoztak nekem ajándékba kedves mosolyjal 5 deka savanyú cukrot. Hát ezek az apróságok az élmények, mert az összetartozás élménye, és hát a mai napig is nagyon sokakkal jóban vagyunk. Házasságok történtek keresztbe kasul a fiú-lány csoportok között, meg külsősök is jöttek be ilyen alapon, hogy beházasodtak hozzánk, vagy éppen férjhez mentek hozzánk. Valóban sikerült átmenteni sok-sok értéket a múltból, akár ide a mostani jelenbe? Igen, úgy látom, hogy ez eredményes volt, hiszen az emberek vágytak arra, hogy valami igaz dolog legyen, mert érezték azt, hogy a társadalomban valamilyen hazugság lebeg, és nem lehet kimondani az igazat, csak családon belül, vagy zárt ismeretségi körbe. Ennek ez volt a jelentőség, azon kívül, hogy a gyerekeknek, akikkel foglalkoztam, azoknak a romantika iránti vágya vezette őket, mert az úttörő mozgalomban, meg kézben, csak politikáról volt szó, és a romantika ki volt belőle kapcsolva teljesen, és a természet szeretet, meg az emberi kapcsolatok, azok mind úgy nézett ki, hogy ez ilyen hivatalos. Úgyhogy két almalomban őrültek az emberek, egyet, amit otthon lehetett elmondani, egyet, amit a iskolában vagy a hivatalos helyeken lehetett elmondani. Tehát az egész társadalom egy hazugságra épült tulajdonképpen. És ezt láttuk azt, hogy itt ez az a hely, ahol végül is igazat lehet mondani. Tehát az embereknek az igazság utáni vágya hajtotta ezt tulajdonképpen, ezeket a mozgalmakat.